Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Virág, varázs. A virágok tényleg varázslatosak a szépségükkel és az illatokkal, amivel megajándékoznak bennünket. De nem csak ez, amit mi tudhatunk a virágokról, hanem azt is, hogy a virágoknak van lelke, és éreznek valamit. Igen, ezek érzések és titkok. Milyen titkai vannak a virágoknak? Ők érzik a veszélyt, érzik a szeretetet is, mivel a virágok érzékelik az energiaterületet, és nem csak hogy érzik, hanem tisztítják az energiaterét, és így kihatnak a környezetetekre. Akkor is, ha ez láthatatlan, de higgyétek el, kihat az energiamezőre. És ezt érzitek is, ha odafigyeltek rá. Én kezdtem ezt a sorozatot, ezeket a felvételeket a virágokról, mégpedig indulok a ne felejts el. Mi a jelentése ennek a virágnak? Ahogy a neve is mutatja, ne felejts el. Itt a hűségről van szó, és az emlékekről. Ez a virág mutatja azt a kívánságot is, ami másoktól jön, kérlek, gondolj rám, ne felejts el engem. A ne felejts jelzi a valódi szeretetet és a mély érzéseket. A ne felejts mutatja a finom és lelki érzéseket is. Mivel összeáll a múlttal, én úgy mondanám, de ez az én véleményem, hogy ez a virág olyan kármikus témákra is utal. És mivel jelzi a tavasz kezdetét, ez jelenti, hogy minden olyan örömteljes, és megvan rá a remény. Megvan rá a remény egy új kezdetre. Akkor is, ha vannak emlékeink, ez marad. Ennek ellenére mi olyan boldogan tekintünk a jövőbe. És ezzel a gondolattal zárom le ezt a videót. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!